Üdvözöllek benneteket itt az idei üveggolyó ünnepen. Az egész bő 2 évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor lett egy hirtelen ötlettől vezérelve megajándékoztam Andy Ivánt egy üveggolyóval. Idővel megkicsigét és megőrizve ez az átadó és az azt követő buli a ünnepi könyvét egyik emlékezetes eseményévé vált. Gondolom, ezt mindjárt tudjátok, de a hagyomány kedvére elmondom, hogy ez a díj egy olyan elismerés, amit boldog munkatársai évente adományoznak egy-egy kortárs irodalmi személyiségnek, munkássága, irodalmi tevékenysége elismerése mellett a bold dolgozóival való bensőséges kapcsolata kifejezéseként. A díj tulajdonosai egyúttal az üveggolyórend tagjai lesznek, ezáltal a bold védnökeivé, szellemiségének őreivé és letéteményeseivé is válnak. Minden évben számos név fölmerül, és hosszas beszélgetések, viták után végül döntünk valaki mellett. És hát megkérem most Editet és Dettit, hogy az idei díjazóknak adják át a díjat. Borgé Szilárdot választottuk az üveggolyósainkhoz, és szeretném feleségének átadni a hányásnak. Lesz jelen, Forgács András elkezdi olvasni az egész ünnepség végén az ő kötetét, és arra gondoltunk, hogy amíg itt vagyunk, hogyha vállalkoztok rá, akkor felváltva, vagy folyamatosan olvassánk ezt a könyvet, hogy Szilárd is végig velünk legyen. Most rátérnék egy másik díjra, mert hogy idén több díjjal is készültünk. Régi tervünk, hogy a fiatal szerzőknek alapítsunk egy díjat. Az évek során több ötlet is felmerült, végül a könyvösztöndíj mellett döntöttünk. Ez pálya a kezdő fiatal íróknak ugye adnánk, és igazából azon gondolkoztunk, hogy hogy tudnánk őket a legjobban segíteni, és a mi eszközeink közül a legkézenfekvőbb a könyv maga. Ezért aki a díjat megnyeri, az ugye megkapja, az 120 000 forint könyvutalványban részesül. Minden díj esetében a díjazott kiválasztása nagy felelősséget ró az adományozó intézményre, közösségre, és ebben a nehéz feladatban segített minket a József Attila kör. Úgy döntöttünk végül is a József Attila körrel együtt, hogy a 2013. januárjától 2014 könyvhétig megjelent művek közül választjuk ki a győztes művet. És ez már a későbbiekben mindig könyvhéttől könyvhétig tartó intervallumban megjelenő könyvek lesznek a díjazottak. És most megkérem Ádámot, hogy ő is mondjon pár szót a József Attila kör elnöke. Köszönöm szépen, nagyon szépen. Jó estét kívánok. Én csak annyival egészíteném ki, ugye, hogy a maga rendszer az, hogy működött, hogy mi úgy döntöttünk a szervezetünk belül, hogy jött a közös megegyezés, hogy részben az elnökség fog ebben részt venni, másrészt pedig ugye a jakfüzetek mindenkori sorozatszerkesztői, tehát így közösen a Péterrel kiegészülve létrehoztunk egy kuratóriumot, és megkértük a tagokat is, hogy adott esetben tegyenek javaslatot erre az idei díjazatra, és hát nagyon bízunk bennem, hogy ezzel is egy, ahogy ebben a félben is elindultak különböző közös dolgok, ez is folytatódni fog majd a jövőben. És hát úgy alakult a javaslatok alapján, hogy első körben 12 könyv került ki. Megkérném majd a Pétert, hogy ezeket mondja, hiszen mindig nehéz ugye ezt eldönteni, vagy kiválasztani, de hát mindenképpen érdemes felhívni ezekre a könyvekre figyelmet. Most így ABC sorrendben mondanám a szerzői név szerint ABC sorrendben. Babicki Tibor, Magas Tenger. Farkas Arnold, Levente, a másik Júdás. A harmad Artemis, Szüntelen jó átétel, újraolvasni Vöröst.
Korpa Tamás, egy híd térfogatáról, Mánvárhegyi Réka, boldogtalanság az Aurora telepen, Potocki László, Napálet lámpafény, Simon Márton, Polaroidok, Sirokai Mátyás, a Beat tanúinak könyve, Szabó Imola Julianna, Varratok, Szőcs Petra, Két víz köz, Szász Pál, Halott föld, Halott lányok, Veres István, Dandaranda. Köszönöm szépen, és végül három könyve emelkedett ki, ezeket még egyszer elmondom, ez Sirokai Mátyás, Szabó Imola Julianna és Halmat Artemis könyve volt, tehát ők kapták a legtöbb szavazatot a döntés során, és ezek alapján úgy döntöttünk, hogy idén tulajdonképpen egy olyan könyvet fogunk javasolni a díjra, ami maga is az olvasásról szól, illetve az újraolvasásról, éppen ezért Halmat Artemis szüntelen jóváltétel újraolvasni Vörös című könyvét, a Helikon kiadónál megjelent könyvét javasoljuk az első könyvösztendíjra. Ugye ez egy olyan könyv, ami nem csak egy kiváló kritikust, illetve irodalomtörténészt szemléletet mutat fel, hanem számos új szemlélettel bővíti ugye az irodalomról való gondolkodást, és ami számunkra azt hiszem kiemelkedő, hogy folytonosságot állít föl, vagy ugye a hagyomány újraolvasására készített, és ugye nem csak egy kiálló költőről, hanem egy ívet húz a kortárs irodalom felé is, ami elsősorban számunkra fontos. Úgyhogy gratulálunk Halmat Artemisnek, és megkérjük, hogy fáradjon fel a színpadra. A díjátadásoknak a végállomásához. Találtunk, gondolkoztunk azon, hogy igazából az íróboltja sosem lenne az, ami, hogyha nem lennének azok a vásárlók, akik minden nap bejönnek ide hozzánk, és itt vásárolnak, keresnek könyveket, ebben minket is könyvek beszerzésére húzítanak, és alapítják ők is a kínálatunkat, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az örökös törzsvásárlót szeretnénk avatni, és idén átadnak az első díjat, meg kiremedített, hogy ezt tegyen meg. De azért mondanék előtte egy-két szót, mert egyrészt szeretném, hogyha úgy is látátok a meghívón, hogy sok vagy több napi rendi pont van, és így haladunk a személyes felé, ami majd az lesz, hogy elbúcsúzunk a kettővel, és ez már egy kicsit így a kettő közti átmenet. És nagyon örülök neki, hogy meghívásunkra azok közül, akik lehettek volna, sokan és többen itt vannak ma. Tehát az az igazság, hogy több olyan arcot látok, aki átadni ma ezt a díjat, és ez se volt könnyű eldönteni, hogy ma ki legyen. A történetről még annyit mondanék, hogy az biztos, hogy aki valószínű, hogy leginkább illetett volna a cím, annak már nem tudjuk átadni. Ő a mi péntek bácsink volt, Kerekes Gábor, aki több mint 50 évig volt itt törzsvásárló. Tehát pár éve, nem emlékszem pontosan, pedig pont egy könyvét volt 3-4 évvel ezelőtt, elvitt bennünket a Fészek Klub egy süteményre, hogy megünnepelje azt, hogy 50 éve vásárolni tudjuk. Az így fordítva kezdődött, hogy ő ünnepelt bennünket. Valószínűleg már akkor itt megfogalmazódott az agyunkban. Aztán látva itt a Balázs doktor urat az első sorban, vagy Márton tanár urat, a Gábor Éva néni, nagy öröm. Szóval nagyon sok olyan ember van, aki hosszú évek óta jár ide, és ők is valószínűleg érzik, hogy kialakult egy mélyebb vagy személyes kapcsolat és egy szeretet. Tehát ezért így nehéz lett volna választani, ha pont nem az van, hogy mi elbúcsúzunk, mert így az én leghosszabb ideje
és legtöbbet és legrendszeresebben ideáról törzs vásárol, mert az idei választott Vágó Péter. Úgyhogy most ő kapja, de mint látjátok, nem lefelé, vagy visszafelé hátrálunk, hanem előrefelé haladunk, úgyhogy jövőre is lesz ilyen törzsvásárló, így nagyon reméljük, hogy most amíg a bolt lesz, addig most már ez így lesz, és szépen sorra mindenki sorra kerül, és ezzel egyben szeretnék a segítséget és a megbecsülés kisünket is kifejezni. És akkor ehhez a kis oklevélhez és ehhez a kis könyvhöz még egy bérletet nyújtok át a Péternek, ami örökös törzsvásárlói Tea Ásvány és Málna Szörtér. Viszont egyszerre jöttünk ide 33 évvel ezelőtt, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy együtt köszönjünk el, és akkor a Depi lehet, hogy mondom egy pár szót. Én felolvasom, mert általában mindig zavarba vagyok. A lányok, ahogy gyalog, voltak. Legalábbis az író boltjába, amelyet most lábújhegyen csendben elfogadott. Gyönyörű volt, jó szó, nonár rosszok is volt. 40 év könyvek között, ebből 33 esztendő duett, megvalósult álmaink helyszínen. Notodok volt. Átadjuk a küzdőteret, pontosabban a barátkozó teret, fiatal könyvszenvedélyi kollégáinknak, hogy folytassák, amit mi elkezdtünk, és a volt továbbra is olyan maradjon, amilyennél sok munkánkkal, még szeretetünkkel mi tettük. Azért semmi pánik, a lábunkat, kezünket, agyunkat, szemünket nem tettük ki véglegesen, még sűrűn visszahozzuk ide értetek, a nyájas velőkért, kifű utódainkért, és önzésből is, önmagunkért. A mostani üvegbúj ünnepség ezúttal így búcsúzásunk alkalma is lesz, amelyet megragadunk borral, zúzával, békességgel, hajrá üvegbolyók, hajrá ürőfok, írófontja, a lányok, a lányok. És akkor nem csak mi készültünk erre az ünnepre, hanem néhány üveggolyósunk is, és megkérném Györe Balást, hogy mondja pár szót. Estét. Olyan szép meghívó levelet küldtetek e-mailben, hogy úgy éreztem, hogy azt csak Pargó tudnám múlni, ezért nem írtam le semmit, levegőben fogok beszélni, mint általában. Nekem is van ebben körülbelül ilyen 28-30 évem,
ebben a kapcsolatban, ebben a viszonyban, amiben az volt az érdekes, hogy semmiféle veszekedésre, konfliktusra, de még zörjenésre sem emlékszem ebből a kapcsolatból. Otthonra lehetem, második vagy harmadik otthonom lett nekem ez a bolt. Ismétlem magamat, egyszer már írtam a boltról egy Pro Literatura díj átadásakor, bár tudom, hogy ismételni kell, szükséges, mert ugye Ottlik szerint csak az ismétléssel teljesülnek be a dolgok, tehát ami csak egyszer van, akár egy pofon, akár egy pogácsa, az még nem pogácsa és nem pofon. De azt sem akarom ismételni, amit leírtam, mert ugyancsak arról tudnám múlni magamat. Tehát ez, hogy egy otthonos, egy menedék, ez a hely, ami nyilván sok bajon, viszontagságon, nehézségen ment keresztül, a belső ügyeket nem tudom, de kívülről nekem minden zökkenőmentes volt, baráti, ugye hátul pingpongoztunk, ebédeltünk, majdnem be is fizettem egyszer ebédre, pizsamámat szállíthattam hátul, amit vizesen hurcoltam keresztül a városon, és nagy meglepetés volt, 15 éve történt, amikor hátul ültem egy ilyen vasárnap este, nem is tudom, hogy hogy keveredtem ide, hátul ültem a pingpongasztal körül, ott többen ültök körül az asztalt, elég nehéz éven volt, de hát melyik év nem az, egy kicsit összetörte, lehajtott fejjel, és egyszer csak hallottam a nevemet, hogy szólítanak. És hát föl kellett ugye állnom, föl kellett néznem, és hát akkor döbbentem rá, hogy hát üveggolyódiat kaptam tőlük, ami azt hiszem, hogy szerintem a legfontosabb díjam vagy kitüntetésem szerintem a mai napig is. Még az önkerülmentességről annyit, hogy ahogy ők most elmennek, de hát nem mennek el, mert ez nem búcsú, ez csak egy ilyen pihenés, egy ilyen feltöltődés lesz nyilván, ahogy ők átadták, meg átadják a fiatal generációnak, az is az önkerülmentesen ment, észrevétlenül, alig észrevehetően, és azt hiszem, hogy nagyon jó kezekbe tették, vagy teszik a boltot, hát ifjú szívekben fognak élni, és ha szerencsénk van, másoknak is. Ez persze lehet, hogy illúzió, de hát az ember, ahogy idősödik, lehet, hogy mása már nincs, nem marad, csak illúzió. És még egyet, nem akarom úszni tovább, mert sokat beszélek, még egyet, hogy Mándi, Petri, Mészőj, Balassa Péter, Polvész Szilárd, gyertek vissza, gyertek vissza. És köszönjük, és hálok! És nem csak Balázs készült egy pár gondolattal idefele, hanem Rácz Péter is, és őt is megkérem, hogy mondja a lányoknak, meg nekünk. Számunkérés. Szóval a hírre, mely szerint a lányok helyesbitek a lányok nagybetűvel nyugdíjba mennek. Mondtam békésen magamban, hogy elmentek ti a vagy félre a fedébe, drágáim, de nem nyugdíjba, a fedébe. Lányok nem nyugdíjba szoktak menni, hanem buliba, konyhába, külön órákra, a boltba, na jó, a sarokra, bárhová, de nem nyugdíjba, mert itt nincs nyugdíj. Kiskert gondozása, unokázás, floridázás, ez a munka nem olyan drága, lányok. Ti is tudjátok, hogy csak úgy elvonulunk, ide kell, hogy nem lehet úgy elvonulni, ide kell szoktatni a legújabb költő és költőnő nemzedékeket, kapcsolt részeikkel,
akik épp úgy tudják, hogy ez nem csak bolt, hanem találkozóhely, forradalmi fészek, lerakat, raktár, sőt cukorraktár. Ti alányok vagytok, a többiek asszonyok, urak, zenészek, dzséróba járók, nagymamákok, őket előbb-utóbb eléri a nyugdíjintézet küldeménye, de ti csak strázsáljatok, miként az első emeleti Krasner néni, aki 90 fölöttig bírta, és nem hadovált nyugdíjba menésről, ugyebár még saját lábaitokon jártok, akkor meg mit akartok? Megállni a kirakat előtt néha, mint a Krasner. Nem tolószékben toljátok egymást. Mi? Vagy Gyuri és András titeket. Majd akkor esetleg beszélhetünk rokkant igazolványról, parkolási kedvezményről, ilyesmiről, de addig megmondalak, de tényleg megmondalak benneteket Mándírának. Mars vissza. Emigyen morogtam, sőt berzenkedtem, meg füstölögtem, aztán kezdtem megbékélni, mert azért elég ügyes fiatalok veszik át a munka nagyját, de a munka balogját is, akik majd szintén 30-40 év múlva elkezdik a sárpítozást a nyugdíjról, és én nekik is írhatom majd, hogy nyugi, nem nyugdíj. De azért ne felejtsétek el, még számos tartozásotok is van. Edith. Tehát még számos tartozásotok is van. Például a bolt még nincs nyitva éjfélig. Ahogy kértem, beszéltem veletek, könyörgök, kaparom a küszöböt mindmáig. Ja, hogy a Pest nép olyankor alszik, vagy bulizik. Persze még ide kell szoktatnotok őket, például a szomszéd kávézó visszavásárlásával, még ha nem is japán kávéháznak, hanem esetleg kínai kávézónak nevezik is majd, szóval éjfélig. Ahogy Pozsonyban, Bukarestben, New Yorkban, már most is így normális. Erőtek teljére vagytok. Tessék projekteket kitalálni, könyveket írni, megbújni valamelyik sarokban. Lehet fényképezni is. Tehát megbújni valami sarokban, kockacukor mellett, összekeverni nemezzét, valassapével, ha mondtam mamuval, na igen, az már valami, akkor leülhettek valahol a sarokban kicsit pihegni. De addig, fogom gondolod a barátaim, a lányok, komédiások. Köszönöm, hogy eleszántos papír van az enyém.
az enyém könyvesben. Hát nem lehet a társaságot elfelejteni. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm.